Egy 29 éves zagyvarékasi férfi gyanúsítanak a rendőrök azzal a bűncselekménnyel, ami májusban történt a faluban. A megalapozott gyanú szerint a férfi egy szórakozó hely udvarára mászott be, és ellopott egy 15 méteres vezetéket, festék szórópisztolyt, továbbá különböző szerszámokat. A rendőrök bejelentést követően szemléztek, tanukat hallgattak ki, adatokat gyűjtöttek, hiszen többen látták a tettest, és pontos személy és ruházat leírást adtak róla. Az újszászi rendőrök elfogták a 29 éves zagyvarékasi gyanúsítottat és kihallgatták. A nyomozók a bűncselekmény elkövetésekor viselt ruháit lefoglalták, sőt egy zsákban az elvitt értékeket is megtalálták. A nyomozó hatóság őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását, mert ellene jelenleg is több vagyon elleni bűncselekmény van folyamatban.